köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Lakossági LED csereprogram augusztus 15-ig lehet regisztrálni. Tetlegességig fajult a vita, megkésleltek egy nőt Dunaszentgyörgyön. Falunapot tartottak Kocsolán, rengeteg program várta a résztvevőket. Járási polgárőr találkozót rendeztek, kitüntetéseket is átadtak az esemény alkalmával Dombóváron. Augusztus 15-ig van lehetőség regisztrálni a lakossági LED csereprogramra. Ennek keretében ingyenesen juthatnak energiatakarékos izzókhoz a szekszárdiak és a környékbeliek. Gyurkovics János alpolgármester szerint érdemes kihasználni a lehetőséget, hiszen ezzel lényegesen csökkentető egy-egy háztartás villanyszámlája. Az ország számos települése után a Szekszárdon is elindult a lakossági LED csereprogram. Az önkormányzat és a CIEP Kft. Együttműködésének keretében a háztartások ingyenesen lecserélhetik a régi elavult izzóikat. Az ingyenes lehetőségre a Tolnai Vármegye székhelyről és a környező településekről is lehet jelentkezni. Ismételten szeretnénk tájékoztatni a lakosságot, hogy augusztus 15-ig van lehetőség a regisztrációra. Az önkormányzat és a CIEB által való összefogás alkalmával. Ez a vállalat, ez a CIEB, ez egy energiaforgalmazó cég, és gyakorlatilag az éves nyereségének X részét vissza kell forgatni a energiahatékony célokra. És gyakorlatilag az idei évben a LED lámpákra esett a választás. A ledcsere.hu oldalon a jelentkezésre kattintva néhány perc alatt regisztrálhat bárki, akinek a nevén van villanyszámla. Egy-két adat kitöltését, illetve dokumentum feltöltését követően a rendszer az éves áramfogyasztás, valamint az otthonunkban található izzók száma és használati ideje alapján kiszámolja, hogy egy adott háztartás hány ingyenes ledre jogosult. Fontos, hogy a regisztráció utolsó oldalán az átvételi helyként Szekszárdot kell bejelölni. Tervezett átvételi időpont az október táján van. Ha valaki regisztrált, a cég azt alaposan átnézi, átvizsgálja, hogy bárki hány égőre jogosult, és gyakorlatilag az önkormányzat a kiadást és az átadást megszervezi, és névre szóló csomagokba fog ez érkezni a traklapon. Először is ide az önkormányzathoz, de az önkormányzat ki fogja szerelni, és mindenkinek név szerinti zacskóba benne lesz az őnek járó ledégő. A LED izzók használata jelentős csökkenést jelentett a villanyszámlában, és akár 10 éves élettartamának köszönhetően sokkal kevesebb hulladékot termelhetünk, mint az, aki hagyományos világítást használ. Egy átlagos magyar háztartásban 20 darab égő található, ami a teljes villanyköltség közel egyharmadát jelenti. A programra regisztrálni tehát augusztus 15-ig lehet. Véget ért az árstopp, helyette mostantól a boltokban kék plakátok hirdetik az infláció elleni küzdelmet. Ezt a kormányszóvivő mondta keddi videójában. Szentkirályi Alexandra megemlítette, hogy az intézkedés eltörlésének nem kell nyugtalanságot okozni a lakosságban, ugyanis a júniusban bevezetett élelmiszer kedvezmények továbbra is megmaradnak, sőt bővülni fognak. Késsel támadt egy férfi volt élettársára Dunaszentgyörgyön. A hivatlanul érkezett látogató miután beengedte a nő, hátulról támadta meg az áldozatot, és többször megszúrta. Csak a szerencsém múlt, hogy a támadótól megszabadulva az asszony segítséget tudott kérni. Egy 59 éves dunaszentgyörgyi férfi késsel támadt volt élettársára. A múlt héten történt eset során a 70 éves nő beengedte a férfit, aki szóváltásba keveredett volt társával. A vita egészen a tetlegességig fajult. Telefonon érkezett bejelentés 2023. július 28-án, 12:28 perckor Dunaszentgyörgyről, miszerint egy ház udvarán egy férfi megszúrt egy nőt. A helyszínre érkező kollégáknak a 70 éves sértett elmondta, hogy a volt élettársa hivatlanul érkezett az udvarba, majd leült. Némi szóváltást követően ő megpróbált a házba bemenni, akkor a férfi utána lépett, egyik karjával átölelte, és másik karjában tartott, késsel, mellkason szúrta. Ezt követően a dalkodás során több sérülést is ejtett a férfi a nőn. A nő szerencsére ki tudott szabadulni, és az utcára ment ki segítséget kérni, ahol a lakók hívták a rendőrséget. A férfi pedig elmenekült közben. A helyszínre irányított
járőrök a férfit az utcában elfogták, majd a paksi rendőrkapitányságra előállították. A szemlét követően a Tolna vármegyei nyomozók a férfit életveszélyt okozó súlyos testi sértés kísérlet megalapozott gyanúja miatt kihallgatták és őrizetbe vették. Az ügy körülményeinek a vizsgálatát a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályán folytatják. A nő könnyű sérüléseket szenvedett a támadás során. A több sérülés között volt vágott és szúrt sebesülés is. A férfi időközben szabadlábra került, de távoltartási végzést hoztak ellene. A kormány úgy döntött, hogy az augusztustól kezdődő szezonban is marad a rezsicsökkentett gáz és áramára magyar családok számára, jelentette be az intézkedések fenntartásáért felelős kormánybiztos kedden. Az ehhez szükséges összeg 2024-ben is rendelkezésre áll a költségvetés rezsivédelmi alapjában, közölte Németh Szilárd. Ez a gáz esetében 1729 köbméter per év, az áram esetében pedig 2523 kWh per év. Az áram esetében a háztartások 78, míg a gáz esetében a háztartások 85%-a esik ebbe a kategóriába. Több mint 51 ezer forint volt az autók éves kötelező felelősségbiztosítási átlagdíja az idei első fél évben, ami 9%-os emelkedés a múlt esztendő azonos időszakához képest. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díjaknál nagyobb mértékben 15%-kal nőtt a kaszkó biztosítások átlagdíja az első fél évben, így megközelítette a 139 ezer forintot. A friss adatok szerint a magyarországi autóállományon belül legnagyobb részesedéssel rendelkező márkák közül a Suzuki-k átlagos díja 8%-kal 38 ezer forint fölé emelkedett. A Dacia-k esetében szintén 8%-kal nőttek a díjak, így csaknem 42 ezer forinttal zárták az első fél évet. Az Opel-eknél 5%-os drágulással 47 ezer forint fölé emelkedtek az éves átlagdíjak, a Toyota-knál pedig 11%-os növekedés eredményeként szintén 47 ezer forint fölé. A Volkswagen-eknél éves szinten 5%-kal nőtt az átlagos összeg, de ez majdnem 53 ezer forintot jelent. A kaszkó biztosítások iránt továbbra is visszafogott a kereslet, ezt jelzi, hogy a megkötött szerződések száma 1%-kal alig több mint 15 ezerre nőtt egy év alatt. Falunapot tartottak Kocsolán. A rendezvény a színes programokkal várták az érdeklődőket, és a különböző játékok, valamint vetélkedők mellett a település díszpolgári címét is átadták. Az eseményt minden második évben rendezik meg, a település születi felvonulásával felváltva. Délelőtt is elég sokan voltak, mindenkit azért vonzott ez a kis vetélkedő, a gyerekeknek habparti is volt, ugrókötél bemutató, úgyhogy próbáljuk elég színessé tenni a rendezvényünket, és elég népszerű is, így minden korosztályt meg kicsit megmozgatunk. A rendezvényen idén Potápi Árpád János országgyűlési képviselő adta át a település díszpolgári díját. A mai nap azzal is kiegészült, hogy a díszpolgári címet adták át, illetve a polgármester asszonyok közösen adhattuk át egy olyan személynek, aki egész életében nagyon sokat tett az itt élő emberekért, az óvodát vezette nagyon hosszú időn keresztül, és azért neki is köszönhető, hogy azok, akik például ebben a sátorban éltek, hogyan szocializálódtak például az óvodába, hogyan tanultak viselkedés, egyáltalán az életnek az alapvető dolgait hogyan tanulták meg. A rendezvényen délután egy kulturális műsor szórakoztatta az odalátogatókat, és a napot egy bállal zárták. Megkezdődött a tankönyvek kiszállítása az iskolákba kedden, jelentette be a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára. Maruzsa Zoltán azt mondta, hogy tavasszal 12,5 millió nyomtatványt rendeltek az iskolák, pótrendelésben az év végéig még további 1 millió példányra számítanak. Emlékeztetett, a tankönyveket mindenkinek ingyenesen adják. A 2023-24-es tanév köznevelési és szakképzési jegyzékében 36 kiadó 2313 taneszköze szerepel. Ennek 60%-a állami kiadású, 40%-a pedig magánkiadók terméke. A dombovári járás polgárőrei találkoztak a Tolna vármegyei városban. A megnyitón a kiemelkedően teljesítő civilek kitüntetéseket vehettek át, és a programnak része volt egy közös ebéd is.
A hétvégén rendezték meg a járási polgárőr találkozót Dombóváron. Az eseményen az átlagon felül teljesítő polgárőrök kitüntetésben részesülhettek, és a járás minden egyesülete képviseltette magát. A rendezvényen közel 100 fő gyűlt össze egy jó hangulatú ebédre. Ma Dombóváron járási polgárőrnapon vagyunk, és nekem, mint rendőri vezetőnek kiemelten fontos, hogy támogassuk a polgárőrséget, és nagy öröm önnel szolgál, hogy most itt a városban is egy önálló polgárőrnapot ünnepelhetünk. Elmondhatom, hogy a polgárőrség egy olyan professzionális, kvázi rendvédelmi szervé vált az elmúlt 30 évben, hogy a rendőrség és a lakosság mindig számíthat a polgárőrség segítségére, működésére. Nekünk, mint akár közös szolgált végrehajtás, de akár önálló feladatnak az átdelegálásában is nagyon fontos szerepe van a polgárőrségnek, és kimondottan el lehet mondani, hogy ma közbiztonság és bűnmegelőzés polgárőrség nélkül nem létezik, úgyhogy mindent megteszünk azért, hogy ezt az együttműködést fenntartsuk, és az ő munkájukat segítsük. Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere is ellátogatott a találkozóra, és elmondta, manapság milyen lényeges szerepet tölt be a polgárőrség. Azt gondolom, hogy rendhagyó módon járási rendezvényről döntött a Tolna megyei polgárőr egyesület elnöksége, és számunkra ez megtisztelő, hiszen azt gondolom, hogy olyan nagy szükség a polgárőr, mely napjainkban van, még soha nem volt, és nyilván az elmúlt 30 néhány év alán támasztott azt, hogy igenis rájuk szükség van, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a határhelyzet, a Covid helyzet, és azt gondolom, hogy összevonul minden. Széles János, a Tolna megyei polgárőr szervezetek szövetség elnöke, kiemelte, milyen lényeges ez az esemény vármegyei szinten is. A dombovári polgárőr találkozó finom ebéddel és jó hangulattal várta a vendégeit. Regionális híreink következnek. Megígérték, de mégsem fizettek, még várják a pénzüket a nyári táborokban dolgozók Pécsen. Történelmi díszletek, jelmezek, zenei programok készülnek a Siklosi Várfesztivál szervezői. Lángoló járművek, mentett kutyusok, tucatnyi riasztást kaptak a baranyai tűzoltók. Megígérték, aztán mégsem fizették ki azokat a pedagógusokat, akik eddig még nem kapták meg a nyári munkájuk után járó bérüket. A Pécsi Kulturális Központ szervezte a Városi Napközit. Ott dolgoztak a pórul járt szakemberek. Ők papíron heti, turnusonként bruttó 70 ezer forintot kaptak volna. Nyári városi napközi turnusok a plakáton a Pécsi Kulturális Központ előtt. Július utolsó hetében jártunk itt Barkóczi Csaba önkormányzati képviselővel, mert a hírek szerint nem fizették ki a nyári napközis táborokban dolgozó pedagógusokat. Akkor az intézmény igazgatója azt mondta, hamarosan pont kerül az ügy végére. Az utolsó turnus végén július 28-áig kifizetik a tartozásokat. Mindenképpen azt meg tudom ígérni, hogy a hét végéig, tehát a táboroztatás végéig az összes pedagógus meg fogja kapni a bérét, tehát tulajdonképpen némi csúszással, de azért megkapják. De az évek során ugye ez pontosan így volt, hogy aki több hetet vállalt, az tömbösítve kapta meg a fizetését, tehát mondjuk aki 2-3 hetet vállalt, az mondjuk a harmadik hét után kapta meg csak a fizetését. Nyilván aki egy hetet vállalt, az egy más káposzta, arról lehet gondoskodni így, meg úgy, de gyakorlatilag erről van szó. Pavlovics Attila azt mondta akkor, hogy 5-6 esetről van szó. Közben eltelt az utolsó hét. A Pécs aktuál információi szerint mégsem érkezett meg a pedagógusok fizetése. Alap azt írta, hogy a pedagógusok most azt az információt kapták, hogy jó esetben jövő hét csütörtökig érkezik majd meg a pénz a számlájukra. Vagyis ezen a héten várható. Hogy mi a további késés oka, azt nem közölték velük. Én azt gondolom, hogy ennek vagy az lehet az oka, hogy nincs pénz a város kasszájába arra, hogy ezt most ki tudják fizetni, és ezért húzzák, halasztják a kifizetéseket, vagy pedig egyszerűen annyira magasról fityet hánynak a pécsi táboroztató tanároknak az érdekeire, és annyira nem foglalkoztatja ez a városvezetést, illetve a Pécsi Kulturális Központnak a vezetőit, akiknek ezért felelnie kellene, hogy egyszerűen ezért nem történik ez meg. Én nem látok más indokát annak, hogy miért nem tudják ezt az egyszerű pénzügyi műveletet kivitelezni. Így reagált az önkormányzati képviselő az újabb fejleményekre. Barkóczi Csaba szerint a pedagógusoknak jogi lépéseket kell tenniük, ha augusztus első hetében sem érkezik meg a pénzük. A felelősöknek pedig őszintén be kell számolniuk arról, hogy mi is történt a háttérben valójában. Miért nem fizették ki időben a nyári munkát vállaló tanárokat?
Újra megelevenedik a múlt, a korabeli ruhákba bújt hagyományőrzők segítségével a Siklosi Várfesztiválon augusztusban. A történelmi helyzeteket, csatákat, életformát bemutató programok mellett zenei események is várják az érdeklődőket. A látnivalókhoz pedig gasztronómiai élvezeteket kínálnak a szervezők augusztus 11-e és 13-a között. Jelmezesek, fegyverbemutatók, koncertek, csaták, felvonulások, ezek még a tavalyi képek. Hamarosan azonban megelevenedik Siklós idén is, gazdag történelmi múltjával, hagyományőrzők és a város lakóinak közreműködésével. A Várfesztivál beharangozóját tartották hétfőn. Alapvetően a vár körül, illetve a vár belső udvarára koncentrálódnak a napközbeni programok, egy kivétellel, illetve kettő kivétellel. Az egyik ilyen kivétel a csatajenetek, amelyek a vár kertben lesznek megtartva, illetve a másik ilyen elem az természetesen a tábor, ami, vagy a táborok, akkor inkább így fogalmazom meg többes számban, ami a vár körül, a várfal körül fog elhelyezkedni. Alapvetően már péntektől elindulnak a programok, de, mint mindenki megszokta, a szombati napon délelőtt 10 órától a felvonulás, ami a belvárosból nevezetesen a posta épületétől indul el és a várig tart. Ez lesz az első olyan nagyobb momentum, ami én azt gondolom a helyieket is, meg a turistákat is látvány szempontjából mindenféleképpen megmozgatja majd, vagy érdekli. Délután este koncertekkel várják a fesztiválozókat. Helyi együttesek fellépése mellett sztárzenekarok is szórakoztatják majd a közönséget az augusztus 11-i pénteken induló és vasárnapig tartó eseménysorozaton. Több jármű és kiégett Baranya vármegyében a tűzoltók beszámolója szerint. Az elmúlt napokban 12 esetben riasztották őket. A láglovagok állatokat is mentettek. Így égett egy személyautó hétvégén a pécsi Uránvárosban. Egy szemtanú készítette a felvételt és osztotta meg az interneten. A tűzoltók szóvivője erről az esetről is beszélt hétvégi összefoglalójában. Vasárnap hajnali 4-kor érkezett jelzés a katasztrófa védelemhez, hogy kigyulladt egy autó Pécset az építők útján. A pécsi hivatásos tűzoltók 3 perc alatt a helyszínre érkeztek, kiérkezésükkor azonban már teljes terjedelmében égett az autó. Az egység eloltotta a lángokat, a tűz a többi autóra nem terjedt át. De nem csak ez, hanem több autó is kiégett a hétvégén. Többször riasztották a baranyai tűzoltókat mentéshez, mondta el a szóvivő. Az elmúlt hétvégén 12 alkalommal műszaki mentéshez, 6 alkalommal pedig tűzesethez riasztották a Baranya vármegyei tűzoltókat. A tűzesetek közül 3 alkalommal gépjárműtűzekhez riasztották a tűzoltókat. Láncsokon egy traktor, Komlón, illetve Pécsen egy-egy személyautó égett teljes terjedelmében. 2 kutyáról tettek fel képeket a lánglovagok. A tűzoltók ezeket az állatokat mentették meg a napokban. 2 alkalommal kértek segítséget kutya mentéséhez a baranyai tűzoltóktól. Kercseligeten a szomszéd kutyába esett be egy kutya. Itt a sásdi hivatásos tűzoltók alpin technika segítségével leereszkedtek hozzá és kiszabadították. A kutyának nem esett baja. Komlón egy parkolóautóba zártak egy kutyát, itt mire a városhivatásos tűzoltói kiérkeztek, már rossz állapotban volt az állat. A tűzoltók egy léc segítségével kinyitották az ajtót, és megitatták az állatot. Az volt a szerencse, hogy az autó ablaka résnyire nyitva volt. Ezen keresztül egy léc segítségével tudták meg annyira letekerni belülről az ablakot, hogy sikerült elérni az ajtó kilincsét, mondta el az eset hátterét Horváth Nikolett. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb hírei. Lakossági LED csereprogram augusztus 15-ig lehet regisztrálni. Tetlegességig fajult a vita, megkéseltek egy nőt Dunaszentgyörgyön. Falunapot tartottak Kocsolán, rengeteg program várta a résztvevőket. Járási polgárőr találkozót rendeztek, kitüntetéseket is átadtak az esemény alkalmával Dombóváron. Szerdán még sok lehet a felhő, elvétve előfordulhat zápor, de gyorsan kitisztul az égbolt.
Napsütéses, időnként mérsékelten felhős, kellemesen meleg időig érkezik. Csapadék nem valószínű, de az északkeleti határszélen nem kizárt egy-egy rövid, jelentéktelen zápor. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!